gól nélküli döntetlen Jászfényszaru ellen. Én azt gondolom, hogy nagyon agilisen kezdtük ezt a mérkőzést. Az első támadásból egy nagy kapufánk is lett. Jó lett volna így folytatni. Igen, hát alapvetően a kezdéssel is meg voltam elégedve a múlt héttel ellentétbe. Erre külön fel is hívtam a figyelmet, hogy az első 15 percben mindenképpen legyünk erőszakosak, illetve teljesen toljuk fel a védekezést. Jó, kezdtünk. Igen, úgy van, az első percben volt egy komoly zicserünk, és azt is gondolom, hogy talán az első 15 percet, ha úgy veszem, akkor talán mi is domináltunk. Mi változott utána? Mert azért nagyon sok hiányérzet volt benned, úgy gondolom legalábbis, azok alapján, amiket hallottam tőled a meccs közben. Hát pont azt beszéltük a srácokkal az öltözőben, hogy úgy lehetne jellemezni ezt a meccset, hogy voltak ilyen 5-10 perces jó periódusaink, utána visszaültünk, utána megint felálltunk, megint volt egy jó 5-10 percünk, amikor helyzetek voltak. Tehát lényegében lehet mondani az egész mérkőzésre, hogy így telt el. Hát sajnálom nyilván azokat a lehetőségeket, nagy helyzetek, amik kimaradtak, de hát pont beszéltük a srácokkal is, illetve a bajnokság előtt is, ugye ezt rögzítette mindenki, hogy ezek az ittszerek, amikor a fiatalokra jönnek ki, akkor benne lesz a hiba százalék. A második félidő elején és a második félidő végén is volt egy-egy ilyen jó periódusunk. Ahogy az előbb is mondtam, hogy lényegében ezt mutatta az egész meccs, hogy hol fent voltunk, hol egy picit lejjebb, megint fent, megint lejjebb. Nyilván az igazsághoz hozzátartozik, hogy eléggé összetákolt védelmünk volt, hogy így mondjam. De azt gondolom, hogy akik pályára léptek, maximálisan helytálltak. Nyilván az ellenfélnek is voltak helyzetei, tehát azt lehet mondani, hogy mindkét csapat megnyerhette volna a meccset. Talán így igazságos és a döntetlen. Én pont ezt akartam kérdezni, hogy így, hogy egy pontot mégis szereztünk, azért így elégedett vagy? Nem vagyok elégedett, mert bárki az ellenfél hazai pályán mindig nyerni kell, meg győzelemre is játszunk. Ma annyit tudtunk beletenni, nyilván az embernek van hiányérzete, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha a mérkőzés tényleg összképét megvizsgáljuk, akkor talán az legigazságosabb a döntetlen. A múlt héten már beszéltünk a két kiállított játékosról, illetve a büntetésükről, megvan-e már, hogy hány meccset kell kihagyniuk? Igen, mind a két játékosnak ez egy mérkőzés, tehát a Kis Zalának és a Gustafik Petinek is ezt a mérkőzést kellett szerencsére csak kihagyni. Úgyhogy most örülök neki, nyilván két hét szünet van most, illetve mához két hétre fogunk játszani Marfű csapatával. Hát odáig is majd tisztességesen edzünk, aztán nagyon bízom benne, hogy ott is fel tudunk nőni a feladathoz. Ez jó lenne már egy meglepetést okozni? Jó lenne, mi is erre készülünk. Természetesen tudjuk, hogy a Marfűi csapat a torony magas esélyes ennek a bajnokságnak. Gyakorlatilag teher nélkül tudunk oda menni. Én nagyon bízom benne, hogy abszolút partnerek tudunk lenni majd a hazai csapatnak.